Megtartotta első terv szerinti ülését az október elején megalakult bátaszéki képviselőtestület. A város közbiztonságának fokozása érdekében kihelyeznek új térfigyelő kamerákat a közeljövőben. A Bonyhádi út és a Budai út csatlakozását fogjuk kamerával megfigyelni. A közlekedést ilyen szempontból tudjuk adott esetben nyomon követni, illetve a város egyik neuralgikus pontján, a Deák Ferenc utcába helyezünk el térfigyelő kamerát annak érdekében, hogy az utcának a biztonságát és a lakóknak a biztonságát fokozni tudjuk. Döntöttünk arról is, hogy a Bezerédi utcában egy járdaszakasz stabilizálása érdekében, mintegy 50 folyóméter hosszban csövezéssel le fogunk fedni egy csapadékvíz elvezető árkot. Ezzel próbáljuk stabilizálni a lecsúszó félben lévő járdának az állapotát. Erre mintegy 2 millió forintot fogunk fordítani az elkövetkezendő másfél hónapban. A Kossuth utcai orvosi rendelő előtti parkolót parkosítják majd, zöld területet alakítanak ki, és fákat is ültetnek oda. Annak érdekében, hogy a rendelőt kicsit árnyékolni tudjuk, és egy kicsit a zöld felületeinknek a számát is tudjuk növelni. Ezt meg tudjuk tenni már csak azért is, mert az orvosi rendelővel szembe kialakítottunk egy parkolót, tehát gyakorlatilag a biztonságos parkolásnak a lehetősége biztosítva van az orvosi rendelő előtt is. És hát arról is döntés született a tegnapi képviselőtestület ülésen, hogy a tavaly megvalósult új városi piac épületben található vizes blokkok történő bejutáshoz automatizálást fogunk felszerelni, olyan nap 24 órájában bárki igénybe tudja venni egy érme bedobásával. Halottak napja és minden szentek alkalmából sokan látogatják meg a következő napokban a temetőt. Annak érdekében, hogy megfelelő körülmények fogadják az odalátogatókat, sok fejlesztést hajtott végre a város. Ebben az esztendőben is igen sok fejlesztést hajtottunk végre annak érdekében, hogy az odalátogatók a kegyeletüket megfelelő körülmények között tudják lerólni. A város saját forrásból épített egy új urnafalat, ugye alapvetően a költségkímélés szempontjából egyre többen és egyre gyakrabban használják ezt a fajta urnás temetkezési módot, ennek megfelelően az urnafal elkészült. A vagyonvédelem érdekében kamerarendszer került kihelyezésre a temető több pontján, hogy ezzel is próbáljuk védeni az értékeket, akár az önkormányzati értéket, akár pedig a magánszemélyeknek az értékét. Több helyen javították a járdaszegélyeket is, amelyek megrongálódtak, valamint két kandelábert is elhelyeztek, hogy jobbak legyenek szürkületben is a látási viszonyok.